Lemérték, úgyhogy hiteles az adat. Eddig már 10 kiló aranyat nyerte a különböző versenyeken Hosszú Katinka. A világbajnok úszónő az első, aki 1 millió dollárnál is több pénzdíjat kapott a teljesítményéért. A Klasszis a hamarosan kezdődő világbajnokságon bővítené éremgyűjteményét. Szó szerint nehéz feladatra vállalkozott Hosszú Katinka, amikor fejébe vette, hogy magára aggatja az összes idei aranyát. A 69 érem alaposan megterhelte az úszónőt. A magyar sportoló az első úszómilliómos a világon. Előtte senki sem tudott 1 millió dollárnál is többet keresni a különböző versenyeken. Az úszók szövetségi kapitánya szerint ez valóban sok, de nem kiemelkedő a többi sportággal összehasonlítva. Nem az autóversenyzők, ugye egyéni sportágakat mondva, vagy egy baseball, vagy egy nem is egyéni sportág, vagy egy magyar focistát nem akarom mondani. Hosszú Katinka egy 5 órás edzés után jött el a sajtótájékoztatóra, mégsem volt fáradt. Azt mondta, hogy megszokta a hajtást, hiszen folyamatosan utazgat a világban. Volt olyan verseny, ahol 12 számban is rajthoz állt, szinte mindegyikben nyert is. A legfőbb célja azonban a riói olimpia. Tulajdonképpen mindent azért csinálunk, hogy ott legyek a dobogon Rióban. Viszont ma már eljutottam arra a szintre, hogyha valamilyen nem lesz meg Rióban az érem, azért én elégedett vagyok az eddigi pályafutásommal. Amely hamarosan újabb érmekkel bővül majd. Katinka ugyanis a hétvégi országos bajnokságon minden számban indul, jelentette be Gyárfás Tamás, az úszószövetség elnöke. A sajtótájékoztató végén lemérték Hosszú Katinka érmeit. Kiderült, hogy éppen 10 kiló aranyat hozott haza eddig az idei versenyeiről. A hamarosan kezdődő katari világbajnokságon pedig újabb medálokat szeretne gyűjteni.